milyen hangulatban kezdődött, milyen hangulatban indult el itt a Pécs-Pogány repülőtéren a második pilóta találkozó? Hát hajnalban egy kicsit aggódtunk az égre nézve, hogy a Pécsen volt egy kis eső, hál' Istennek Pogányt elkerülte, de az éjszakai nagy szél és a hajnali eső az bizony nem adott örömre okot. Milyen programokkal kedveskedtek ma a nézőknek? Eddig is nagyon sok mindent láthattak, a legszebb talán Nádas Tamás repülése volt, de folyamatosan nagyon jó repülős programokat láthat a közönség. Aki hál' Istennek nagyon szép számmal látogatott ki a repülőtérre. Körülbelül mennyien jöhettek el? Mi úgy csatoljuk, hogy körülbelül 3000 ember lehet a repülőtéren. Ezek közül mindenki néző, vagy ők részt is vesznek a programokban? Hát van, aki néző, van, aki pedig részt vesz a programokban. Elég szép számmal jöttek pilóták is. Hát sajnos itt sem kedvezett az idő nekünk, mert a repülőgépes pilóták azok nem nagyon tudtak eljönni az ország más repteréről, mert máshol, mindenhol rossz idő van az országban, csak minket lepett meg ez a jó idő, mert hát ugye egész héten rossz időt jósoltak a hétvégére, amitől nagyon féltünk. Milyen volt az első repülés itt? Nagyon jó volt a magában a találkozó is, meg magában a nézőközönség is nagyon kellemes, nagyon hálás nézős közönség volt, óriási tapsot kaptam. Különösen öröm ez számomra, hogy így augusztusban sikerült ugye ezt a világbajnokságot megnyerni, és most itt Pécsen tudtam bemutatkozni a közönségnek. Tavaly is itt voltunk, tavaly az időjárás viszontagságai miatt egy kicsit kevesebben voltak, de most látom, rengetegen kín vannak, és nagyon sokan érdeklődnek, és ez egy nagyon kellemes dolog a repülés szerelmeseinek. Kicsit most is rossz volt az idő, elkezdett csepegni az eső, mennyiben befolyásolta ez a te mutatványodat? Hát ez a kicsi mértékű eső, ez még abszolút nem zavaró. Tehát ilyen, úgy mondom, ez jó időnek számít, gyönyörű, szép, tiszta az idő. Egy picit néha csöpörög az eső, de ez valójában nem zavaró. Magas a felhő alap, nagyon jó látás van, tehát nem befolyásolja a bemutatót. Itt maradsz-e megnézni a többieket? Természetesen, hát ez engem is ugyanúgy érdekel, hogy ki merre halad, ki milyen géppel, hogy repül, mint repül, milyen eredményeket érnek el, és hát szurkolok mindenkinek, hogy egy nagyon jó bemutatót tudjon csinálni. Mesélnél nekem a járművedről, a produkciódról? Ez egy Edge 540 típusú repülőgép. Azt kell tudni erről a repülőgépnél, hogy ez Zivko Edge gyártja az Egyesült Államokban, nagyon limitált szériában, ugyanis a NASA-nak egy kutatófejlesztő mérnöke, és amikor éppen van egy kis szabad ideje, akkor csinál egy-egy repülőgépet. Ez a 21-es széria. Nekem ez nagyon kedves ez a gép, mert ugye ezzel nyertem a világbajnokságot, és nagyon későn tudtam vele repülni, elég nehéz ezzel a géppel repül, nem nagyon tudtunk összeszokni, de hát ahogy az eredmény is, meg itt a bemutató is úgy látszik, azért a közönséget el tudjuk kápráztatni.